December 27-e, csak vezess Uram, végig. Mai igénk Máté evangélium a második fejezetének 12. verse. Mivel azonban kijelentést kaptak, más úton téltek vissza hazájukba. A napkeleti bölcseknek nagy csalódást jelenthetett, hogy az ország első embere nem is tud arról a nagy eseményről, ami miatt ők több ezer kilométert megtettek. Az írástudóknak akkor kell keresgélniük a szent könyvekben, s miután megtalálták a választ, nem indulnak el örömmel velük együtt, hanem csak útnak indítják őket. Ilyen csalódást ma is átélhetnek Istent kereső emberek, mert képmutatók és tudatlanok a vallásosok között is vannak. De sose akadjunk el náluk, mert ez a szomorú tény semmit nem változtat azon, hogy minnyájunknak csak Jézus Krisztus tud segíteni, de ő tud, és érdemes egészen ő hozzá elmenni. Semmilyen csalódás miatt ne álljunk meg, és ne forduljunk vissza. Mindenkit ő vonz és vár és nagy ölmük a bölcseknek is Betlehemben lett, amikor Istennek kiálló tisztelettel imádták Jézust. Ez a magyarázata annak, hogy útjuk harmadik szakasza egészen más volt, mint az előzők. Itt már közvetlenül kaptak kijelentést Istentől, és meg is éltették azt, más úton téltek vissza hazájukba. Aki eljut egészen Jézushoz, azelőtt megnyílik a menny, kapcsolatba kerül Istennel, és másként folytatódik az élete. Megváltozik a gondolkozása, felismeri, hogy más utak is vannak, mint amelyeket addig ismert. Megtanulja, hogy az emberek szívéhez a legeredményesebb út a szeretet. Hogy lehet tisztán is élni. Nem ez a legrövidebb út a meggazdagodáshoz, de ez a legbiztosabb út a békességhez és boldogsághoz. Nagy kegyelem, hogy Isten indítására elindulhatunk a magunk pogányságából Krisztushoz. Nagy kegyelem, hogy ha valami miatt elakadunk az úton, vissza lehet rátélni, lehet folytatni. Nagy kegyelem, ha Isten végig vezet rajta, és átformál, más emberként mehetünk vissza a mieink közé. Úgy, mint akiket már Krisztus visz, s akik Krisztust visszük.